Szerusztok! A Mr. Original, azaz Csabika vagyok, itt vagyunk Kászon Jakab falvánál. A mai napunk fő helyszínél, ugyanis ma húshagyókád van, és húshagyókádkor a kászonokba tartsák a farsangi szokást, él még a hagyomány, sőt nem is farsangnak nevezik azt, hanem bika ütésnek, kucifántos lesz, alig várom, de hát egyszer most el kell menjünk Altizig, ahol gyülekeznek, épp a plébános megáldja a farsangolókot. Ahogy tavaly és tavaly előtt megszoktátok, már idén is próbálok bemutatni egy újabb farsangi szokás, sőt most már kettőtes, már idén még kibédre is ellátogatunk, de ne menjünk annyira előre, egyszer vegyünk részt a kászoni bikaütése. Mindnyájuknak kívánok! Megjöttek a kászoni bika pásztorok! A jó kövér bikát ide elhozták, hogy az itt lévőknek jó sok pénzt eladják. Ahol ennyi ember, könnyen nála vásár, és el is kér egy jó bika minden rendes háznál. De úgy vég, uraim, de nem közönséges állat, ő zárja be nálunk mindig a farsangot. Egész télen etetgettük sonkával, kolbásszal, szalonnával, meg is itatgattuk jó szíva pálinkával. Kidajkáltuk a farsang farkára, minden nagymulató nagy-nagy bánatára. Hogy ezt a jószágot ide elhoztuk, el is kellene adjuk, hogy a kapott pénzből jó nagyot mulassunk. Temessük vele a telet s a vígságot, hogy minden emberfia lásson a munkához. De úgy vég, uraim, ez nem közönséges állat, ő zárja be nálunk mindig a farsangot. Ezt már egyszer ugye elmondtam. Akkor egy kis helyet kérek, mert vezetik is a portéka. Végig megyek a Mutassa meg, milyen bőcsámbé van. Annyi pénze. Legyen szerencség. Yeah.
Impérben vagyunk, már elhagytuk Altiszt, utol Jakafal felé hátra, meg épp a csoportkép készül. Addig mondanám, hogy ami meglepett idáig az, hogy eddig ez a legnépesebb hagyományőrző csoport, amit eddig láttam, és a zenészekre is kitérnék, mert hát itt egy olyan banda van, hogy ez eddig a legkomolyabb, amit eddig láttam. Még ugye nem értünk el egy asztalt se, akik látták a sófalvi részt, azok tudják, hogy ott arrafelé es, pont úgy, mint itt es, ilyen asztalokkal várják a farsangolókot, és akkor itt ugye alkudozások lesznek, hogy megveszik a bikát, nem-e? És hát meglássátok, hogy mi lesz a vége. A rendőrbácsi nem azért ütözött, mert farsangolós beütözött rendőrbácsinak, hanem már felügyelik a forgalmat. Erősen meg van szervezve az egész, úgyhogy gratulálok a szervezőknek, mert tényleg itt forgalmas az út, de rendőrbácsik intézik a forgalmat, úgyhogy nagyon vagány. Most újra sorakoznak, és akkor elindul a menet. Nyitsa a sort, s hátul zárja is a sort a béres ostorosok. Látok itt azért bikaőrzőköt két nagy villával, akkor ugye egy szekárát, amit még nem tudjuk mi az, egy hát talán cigánnak öltözött hegedűs nagyságát, akinek adtam az imént két lát, egy örványgyen is igyon meg egy cukkocskát. Aztán látok itt a sirató asszonynak öltözött legényeket, hátul rengeteg fiatal csaj veszen részt az eseményen, vannak idősebbek, fiatalabbak, hatalmas énekhanggal. Na hát, sikeresen kaptam két puszancsot a helybéli csajoktól. Nem tudtam videóra venni, mert pont akkor videóztam, s odajöttek hirtelen, a semmiből megpuszítak. Az úrik, ha látta, akkor bajba kerülök, mástán a mulatérozáson kikapok, de ki tudja, jól mutat. Jók a béres mostorosok, jól rittyektet neked? Nagyon. Értik akkor. Az bízti. Neked amúgy nem fáradtál itt egész nap rittyektet? Már 5 éve csinálom. Az igen. Most hát 5 éve kezdtem egy ostorra, amit ma fontam ma, én kezembe bírják egy kötélből. Aztán elkezdtem egy pénzzel vásárolt bőrostorra, aztán még egy bőrostorra, azok sem voltak, mert most muszájó tegyek Gyergyó Ditróból egy 3 kilós karikásos tort, ami használ és súlyos, és sőt még jobban lő, mint a könnyebben. Azt mondod nekem, hogy ez 3 kiló? Ez 3 kilós, 3 metrés. Megfoghatom? Ez 3 kiló minden este. Ahhoz képest nem érződik annyira, de biztos, hogy eleged van vele egésznek. Ügyes vagy, el kalap vagy, 5 éve már nem csinálod. Hát, ha Jóisten megsegít, akkor jövőre is, nem? Hát persze. Ha Jóisten megsegít, jövőre is meg, és azután is. Ez hogy van, örök jóstoros veszel, vagy idővel változik, s lesz idővel. Idővel változik, az is lehetek még gazdes, aki a fészit hordja, bikafogó, villas, taigas, még talán bika is. Attól függ, még a... Legjobban majd szeretnél. Gazda. És ezt már csináljuk a Railroad-t, és megmondják, hogy ki mi az kell legyen, és fotójuk, hogy valaki hiányzik. Most először járok ugye a kászonokba, hát voltam még egyszer Jakafalván már is horgászni, de akkor csak éppen beléptünk egy portára annyi. Viszont erősen szép, én ugye arrafelé még nem voltam, de erős szép. Tudjátok miért aranyat? Ezek az idősebb bácsik a hagyományőrzők között, akik még azokat a régi-régi recsegős nótákot tudják, de úgy vetik, olyan becsületesen elkerik, hogy ritkaság, ritka számba megy. Ugyan erősen szeretem az ilyen régi nótákat hallgatni, és az öregeket, úgyhogy ez ugye a szívemet átjárja becsületesen. Ajaj!
a pásztorok. A jó kövér Mikát ide elhozták, hogy az itt lévőknek jó sok pénzi eladják. Tevessük vele a telecsa vígságot, hogy minden ember fia látszon a munkához. De úgy még, uraim, nem árulunk mi itt zsákba macskát, hanem egy kinajkát, farsángi Mikát. Egy kis helyet kérek, mert vezetik is a portékát. És jó napot, kedves bátyám uram! Adjon a jóisten, kedves bátyám uram! Mit kér azért a jószágé? Ennek a jószágnak kerek 20 000 lej az ára, nem is olyan drága! Mennyi? 20 000 lej, megdrágult a húcsára! A bikára is megdrága, nézd meg milyen jószág! Hajjé! 1500 adok én! Mindén? 1500! Tehát én meg aki fel ide többet ígír ma az üzlet érdekes. 20 000-et mondtam már, de olyan nem 2000-et ezt a mentő. Így osszából az világból jönnek. Hát de meg a pénzekkel vagy én vagy maga, ezt vagyunk, vigyünk. 20 000 lennek az nekem semmi közöm, Dani Pami. Semmi közöm, Dani Pami. Ilyen mikor, itt lesz fél nem kap. Mindenki látta, oda nem menjünk most. Írja meg. Ré, maga is. Alkudjék! Fogsza meg! Bátyám uram! Kihagyok belőle! 2000 lány! 18 000 az utolsó arra! 16-ot! Mi vélem? 16-ot! Álljon meg! Jék, nézze meg, mi a Paulinka most még alkuszik! Bátyám uram! Megadja a 18 000 lány! Többet ebből egy figyinget se hagyok! Megütöttél, na legyen a legyen mindig. 18 000 ennek az utolsó ára! 16-ot fele! 18 000 az utolsó ára! 16-50! 18 000! Ha nem adja az állatinkra, mit ér fejbe! De gyerekek, nem adták az árat! Járunk csak el itten egy csarnát! Köszönjük szépen a Boris-patakiak, a pentegiák, letírtak egy kínálmációra. Köszönjük szépen, fogadjuk el! Ne utasítsuk, hogy nem! Következő vele íjjon az elem kell jönni az asztalhoz, neki mindenki. Cigán zenész. Cigán zenész, vagy ez a hegedűt? Az agarim, az a vonó, mert kicsit gyarlott, de jó. Úgy látom, jó zenész, meg kapsz pénzt is. Igen. De a Peted az miért jó ki? Túl nagy. Ezelőtt években is csak a cigán szerepet ütettem. Csak a cigán szerepet ütettem. Már hány évvel csinálod? 2014 óta azt hiszem, egy szuszba. Szereted? Imádom. Ezt nem lehet szeretni, ezt imádom. Miért van? Tehát ez ugye a szegényes ruha. Szegényes és a cigantja a képen. Hátul mit láttam? Meg se kommentálok. Hát nem tudom, én szerencsét hozok a vasalban. A cigan azt mondja, akkor ott van, ott törek, hogy szerencsel. Régóta részt tetszik venni a hagyományápolásba itt? Én vagyok a legidősebb. Hát talán kejtélyves vagyok. Isten éltesse. Akkor ez körülbelül hányadik korsan van magán? Hát nem tudnám megszámolni. Szóval akkor, ha jól tudom, itt áll előttem az egyik főszervezője a mai eseménynek. Ez így van-e? Így van. Tehát Lakatos Tamás vagyok, a Kasson község kultúrigazgatója. Tehát mi szervezzük ugye a több éven keresztül a hagyományos farsangtemetést, a bikaütést, ami Kassonban történik. Tehát ez egy több száz évre tekint vissza ez a hagyomány. Ez egy érdekes, egyedülálló esemény, mert ilyent tudtunkkal még máshol nem csinálnak. Tehát azt jelenti, hogy egy szalmafonatba öltözött legény, öltözhetett legény, egy cserépfazékkal a fején, amelyiknek van szarva és kifestve van mindegy bika. Tehát végig vezeti a gazdája a falun, ez kíséri a népviselőbe felöltözött fiatalok és idősebbek, próbálja eladni.
A Bikának vannak fogói, vezetői, villások, akik védik, siratók, a cigány, aki benne van a menetben, és a zenészek. Ének szóval és nagy hangulattal megyünk körbe a faluban. Kászon község az öt faluból tevődik össze. Hogyha azt mondjuk Nagy Kászon, a három összeforrott faluról van szó. Kászon Altízről, Kászon Feltízről, Kászon Impérről. Ott hagyomány ez a bikaütés, és abból tevődnek, de különben jakabfalviak és újfalviak is vannak a csoportban. Körforgásban, mert minden faluban más évben üssük meg a bikát, és Jakabfalván utoljára farsang temetés 15-ben volt. Az a farsang temetés, ami a megyei volt, tehát minden csoport, az a 13 csoport a megyei itt volt. Azelőtt pedig 2007-ben, talán, nem tudom ezt pontosan, de 93-ban biztos. És amikor meghívnak, mi szívesen eljövünk. Csoportnak a történelmében először jártak Magyarországon. Nagyon informált, hogy igen, először voltunk meghívva, tehát a megyei vezetőség minket kért fel, hogy képviseljük a megyét. Panyolán voltunk farsang temetésre, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, most is köszönjük. Hogy minél többet tisztok, annál nehezebb a bika? Vagy könnyű? A bika együtt válik, iszik egy. Igen. Ha együtt tisztnak, akkor nem, de ha nem. Minden évben ugyanez a bikának ruhája, vagy minden évben új készítődik valaki? Nem, ez szokott lenni, és mikor annyira állja, arra vagyok, akkor jön az út. És ezt valaki itt csinálja, vagy valonnan veszik, vagy hogy szokott lenni? Gyarázz a sok bika húsra, egy palaskát folyam én a jó címet, mint tavaly áltam. Nézd, milyen ropogós. Az a zsíros maséira, az ilyen kell a palettőre, az a C-vitaminból, B-esze, olyan vitaminos, B, C, kicka ma, ugye megrúg. Hújjon, az én hangom már! Kicka ma, gyere fordj egy palettőre! Már megyek, mi nem is. Na Jóisten, a készségére! Elébb kéne alkottam itt, finom kalkoztam, amúgy már sok mika bornyú, az a zsírosra, nagyon jó, egyik ilyen, egyik olyan, már nagyon jó! Na Jóisten, a készséget, szerencsét, egészség, végességet! Örvánjuk, hogy Isten éthessa! Minden van nálunk, minden van nálunk. Itt hájban, igen, hoz. Nincsen minden évben, az a tizedik hosszem volt. Még 10 év múlva időn élünk-e, leszünk-e se. Még a fiatalok ha megérjük. Kidajkád Varsangi, Bika! Szálljon már a füccet! Bika! Varsangi! A Varsangi! Az a Varsangi! Beszélgetni sem tud! Milyen neki ez a nyakendője? A nyakendője maga, hogy jön vásárba, nem ismeri az állatot, jó ember! Honnan jön maga? Hegyen, szúró! Azt látom, na ide vigyáljunk, bátyám uram! Ennek a jószárnak mivel, hogy Varsangi, Bika, kerek 20 000 lej az ára! Nem is olyan drágább legyen kívánja! Na ígérnél... Hozzá le le az ára! Ez nagyon sok! 25 000! Ha benne van az egész... Az egész pereputy! Jaj, utánért csak egy az állati... Ilyen állatit lássul el, nem jövő el minden nap! Ne legyen nagyobb cigan, mint én! Hagyjad uram! Látom maga zsidói, mint vélete! Igyék ebből az üvegből! Nagyobb cigan, mint én! Igérjen több a tétel!
még ígérni sem fog, megváltottál. Mit ígérni sem fog? Nem, sitatod alá a drága pálinka. Mi vagy te, uram? Mit ígéred ilyen jó szági? Ez itt, ez a pálinka jó. Odaadom az én pálinkám, még jobb. Na, a zsidónak is van pálinka. De hogyha van a halott meg. Figyelj, cigány, a pénz, a zsidó. De hogyha ebből indulok. A zsidó minden, hogy kap pénz. Hagyja, figyelj ide, ilyen állatot. Hétül a csalúba se kap. Figyelj! Ez engem elgondolkodtatott, így van uram egyet. Ne, egy korty azt jelenti, 1500 lejt adok érte. Mit bűnál? Mit? Még egy korty? 170 milliót a nemet. Legyőzni ezt, csomókodjék, mert nem csak a vikát ütöm ma meg. Adjék 170, egy csetten a szem, 100 az övé. Vandálom táska, uram, fiatal ember. Figyeljen ide! Vágja be a kapu mellé. Vagyom, uram! Ide nyolcad el az utolsó arra. Adja meg, ma meg. Nem ütöm! Úgy értem ide, van pénz, ázsió! Tele van ázsió! Vágyam, uram! Jó bikáé! 18 ezer el az utolsóra, te bab! A férek se rak ki! 16 adni érte! 18 ezer el az utolsóra! 16 ezer addig, ha ütem! Férve! De gyerekek! Nem adták az árát! Járjunk el itt is egy csárdát! Csak úgy, mint az első asztalnál, itt a másodiknál is bőséges asztallal várták a bikát, itt se sikerült megvenni. Tudjátok meg, őszinte leszek, arrébb jöttem, mert mondom, hogy valami szállő a szememet úgy csapja meg, tehát könnyen, mégis úgy leterülgetem, de jöjjek, hogy nem a szél az, hanem ez az egész, ez a hangulata, az, hogy mész a sor mellett a kamerával, és ráz a hideg, énekelik azokat a jó nótákot, mindenki falu apró nagyja ki van gyűlve, főleg mikor egy-két olyan régi tornácos székeházat látok, vagy azok között, mikor jön el az egész menet, nem is tudom elmondani, hogy milyen érzés. Ez Székelyföld, gyerekek. Ez Kászon. Én Ráadó Simón vagyok. Én a hagyományozott csoportban benne vagyok, és az a dolgom, hogy amikor a bikát megpróbálják vásárolni, akkor védjük meg. Háromszor védjük, vagy négyszer, és aztán a vége fele, hogy amikor lássuk, hogy nem kerül senki vevő a bikára, akkor már tovább nem védjük. Így temessük nálunk a farsangra. Nagyon-nagyon szeretem a villás feladatot. Hátadik év, vagy védem a bikát. Szerencsés hónapot, kedves bátyám! Nagyon jó Isten, kedves bátyám, uram! Mit kéne ez a jószági? Ennek a jószágnak kerek 15 000 lejött arra! Nem is olyan drága, emlékeny kívánja! 30 millió! Ide vegyen, jön jó ember! Egyre gondoltunk, 9500 lát adnék érte, helyből! Jaj, bátyám uram, nem is jó kell, nincs! Ilyen állatot maga nem kap, nem vásár úrstaná, hanem harsangi mika! Hagyjon többet érte! Jaj, ide lett a vajonatok az arra! Igényel többet érte! Le van baszva! 10 000 lát adok! Duplázza meg! Bátyám uram, állom meg jó! Igyék magas ereszen alap az árból! Vagyom, uram! Figyelj ide! 14 000 lány az utolsó arra! Kihagytam 1000 lány! Nem foglalkozom! 14 000 lány ennek az állatnak az arra! Nem is olyan drágább legyen, kibánja! Kihagyott 1000 lány! Rádok 1000 lány! 11 000 az utolsó! Vagyom, uram! Úgy nézzenek, hogy ez a jószág egész télen! Hálikázni, most salonna a tevet! Jó, soga és úgy, hogy elesszék az arra! Nézze meg, milyen veres nézze meg! Jó futós, itt nincs ám! Hagyjam, uram! Igényítem a meleget, figyelj ide! Ha nem adjál meg! Hagyjam, uram! Így van ebből az üvegből! Igényél többet érte! Legalább a duplája! Hagyjam, uram! Igaz a legyen, kérlek!
11500 lát vagyok. Minden 4000 az utolsó ára. 11600 lát. Minden 4000 alól nem adom igazából a féreg se rak ki. 11600 lát. Mondom, uram, ha nem adja az árat. Ha nem adja az árat, igaz, üdöm fejbe. Gyerekek! Megint nem ott tart az ára! Járjunk el itten is egy csárdát! Hány zlójátom a fejhízik sáká? Nem kell el az malma. Elérkeztünk az utolsó megállóhoz, a Jakab-falvi nagyhídhoz, és akkor hát megüssük a bikát. El is kellene adjuk, hogy a kapott pénzből jól legyen fulassú! Ne vessük fel a telecs a bíkságot, hogy minden ember fia lássa az utat! Álljanak meg, álljanak meg! Szerencsés jó napot! Hagyjon a Jóisten, kedves bátyám uram! Kedves bátyám uram, mit kérem itt a jószágét? Ennek a jószágnak kerek 20 000 lej az ára! Nem is olyan drága, ebrényen kívánja! Mennyi? 20 000 lej az ára! Nézze meg, csupa csont, meg bőre le az ára! Mi bőre csont, meg bőre ennek a bikára? Vas hangi bikát maga, itt lesfél nem kapott! Milyen kövér állat? Egész télen sonkát, kolva azt tevet! Meg egy kis sírva! Hajj, bátyám urok! Ne legyen igaz a kénnek! Azok 5000 lát ég! Jaj, bátyám uram, maga csomó karikkal áll! Én adni érte 5000 s a felesége! Mindjárt! 5000! Urai! Nem érgelítsenek! Valaki oda köpp a tél! 5000 lát ég! Egész télen edény! Hogy itt magik csúbókodjanak! 18000-re tagadja el! Szóval sállok magával! Jó ember! Jó ember! Igyék ebből! Úgy gondolom 6000-re becsületesen ajánlottam! 10000-re! Bátyám urom! 6000-re! Legalább 10-et adjék el! Igyék még alkudj! Ne ide vigyáljanak! Becsületesen! Ide vigyáljanak! Mondani olyan összeg, ameddig el tudni számolni! Bátyám uraim! Igyanak ebből az világból! 350 millió! Igyanak többet érteik a fájvetőm, úgy se adom oda, hogy 6000 lány! Bátyám uram! 4800 átadom! Úgy láttam maga itt a legkomolyabb! Bátyám uram! 6200 adok érte! Adjék itt a hagyja! 7000 lány az utolsó arra! 6300! Megadjál a 17000 lány! Nem! 6300 adok! 17000 lány az utolsó arra! 15-et adjék! 6500! 17000 lány az utolsó arra! 8000! 17000 lány! Ha nem adjál meg az arra! Hát, hogy a túlfélén mennyit elhelyezett utána! Na, a falupi pályán mindegy, ma az védőt, csak ne csinálta, legyen már! Na, de ezt kell, ha sajnálom! 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 Na, de